Az embereken keresztül működik Európa, nincs mese. Európa az egy hatalmas földrész, ez egy ilyen szempontból egy fogalom, ha emberek egymással nem találják meg a közös nevezőt, és nem tudnak közösen szót érteni egymással, akkor baj van. Nagyon jó társaság jön itt össze mindig. A szünetekben is tudunk kártyázni, beszélgetni. Esténként mindig szokott lenni valami program. Nem tanulás van, hanem játékosan tanulás, de viszont sokkal többet ér, mint hogy iskolába, ott heti 5 órába a padba ülnénk, mert annyi nyelvi tanárokkal sokkal egyszerűbb. Olyan nyelvi tanárok tanították például nekünk a németet, mert ugye én 4 éve németet tanulok ebben a táborban, és ahogy teltek minutak az évek, így már negyedjére úgy jöttem ide, hogy tudom, hogy mire kell számítsak. Nagyon hasznos, főleg az angol nyelvi tanárok miatt, hiszen velük ugye csak angolul beszélhetünk, és olyan dolgokat is tanulunk, amit a magyar tanárok nem tudnak megtanítani. Tehát ugye a szlenget. A tanításba tudatosan szeretném beépíteni a zenét is. Rengeteg német együttest mutattam meg a diákoknak, meg még szeretnék is. Például a hip-hop vagy a pop zenekarokat. Olyan dolgokat mutatok be, amivel rengeteget tanulhatnak, és ezáltal könnyedén tudják elsajátítani a német nyelvet. Nagy élmény. Nekünk is mindig új egy tanár. Új szinthoz az egész tanítási menetbe. Élmény vele dolgozni, a gyerekeknek is mindig új. Akik visszatérők, azok pedig azért nagyon jók, mert őket már ismerik. Ezt a tábort nagyon jónak találom, mert különbözik itt a tanulás, az iskolában való tanulástól. Sokkal többet beszélgetünk. Fontosak például az újságcikkek, tehát amiket az újságokban olvashatunk, ami a politikával, gazdasággal, kultúrával, bármivel kapcsolatos, ilyen témákat dolgozunk fel, mindig igazítjuk a gyerekek érdeklődési köréhez, tudás szintjéhez, és nyilván azért van különbség, minden tanárnak vannak kedvenc témái is. Mindenféle olyat tanítunk a gyerekeknek, ami nincs benne a tankönyvekben. Próbáljuk őket felkészíteni az angol életre, mivel én angol vagyok. A diák bármikor, bármilyen szituációban, tulajdonképpen mindenről tudjon megnyilatkozni. Ez a cél. Jó a társaság. Kevés az ember a csoportokban, mi is most 8-an vagyunk, és így nagyon jól meg tudjuk tanulni a nyelvet. Az órákon a szavakat körülírom, csak a legvégső esetben fordítjuk a szavakat magyarra. A cél, hogy a gyerekek folyamatosan németül beszéljenek. Németen 3-szor voltam itt, és ezután megcsináltam a középfokú nyelvvizsgát, illetve az 5-ösre leérettségiztem, előrehozott érettségit tettem le, és most pedig angolból is megcsináltam a középfokút. Ez a tábor tényleg az anyanyelvű tanárokról szól valamilyen szinten, tehát ők adják azt a töbletet, amivel ez a tábor értékes. Ezek a tanárok nem csak a tanórán, hanem a tanórán kívül is a gyerekekkel vannak, röplabdáznak velük, leülnek és beszélgetnek, nevetgélnek, mesélnek, és azt hiszem a diákoknak ez egy hatalmas élmény. A gyerekeknek, amellett, hogy tanulásról szólt, ez egy óriási közösségi élmény, egy közösségi program is volt a nyárban, amit a világért nem hagytak volna ki. A
Nyitott Világ Alapítvány fennállásának 20 éves jubileumára szervezett ünnepség képsorait láthatjuk már. Filmünk elején ízelítőt adtunk az elmúlt két évtized mozgalmas és sikereket nem nélkülöző életéből. Anyanyelvi tanárok, önfelett, de kemény munka a 17 éve töretlenül zajló nyári táborokban, Domboriban, tanulni vágyó diákok és elhivatott pedagógusok, nagy álmok és nagy célok, mindezt ötvözi az alapítványi munka. Nagy szavak, amikor azt mondjuk, hogy lélekkel telt volt az ünnepi est. Az elmúlt 20 esztendő minden sikere, a szülők büszkesége, a pedagógusok elismertsége, és persze az egykori diákok soha el nem múló emlékei ott vibráltak a sorok között. Ez az egész este a köszönetről és a háláról szólt, tényleg részemről is, azt gondolom, mert ha így visszanézek, a 20 év most, ahogy készültem, éreztem, tehát azért ez egy hosszú idő volt, de nagyon gyorsan eltelt, és amikor készültem, akkor jöttem rá, hogy milyen sok ember volt, aki segített. És így próbáltam ezeket így összerakni, a másik pedig a diákjaim, tehát az egyik ez a segítés mások részéről, a másik pedig a diákjaim, a volt diákjaim, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok. Mi is lehetne beszédesebb annál, mint hogy egykori diákok távoli tájakról tértek haza, hogy eleget tegyenek az alapítványi meghívásnak. Palko Zsófia a kezdetekkor csatlakozott. Manapság már rengeteg alternatív módszer létezik, amely a nyelvoktatásban meghonosodott. De gondoljanak bele arra, hogy 1999-ben az egyedüli terem voltunk a Garai János Gimnáziumban, ahol alakban voltak elrendezve a padok. Természetesen voltak tankönyveink is, de bennem mégiscsak az a rengeteg újságcikk maradt meg, amelyet aktuális, természettudományos vagy kulturális, aktuálpolitikai magazinból olvastunk és fordítottunk magyar nyelvre, és rengeteg más tudásra is szertettünk. Olvastunk az allergiáról, az Európai Unióról, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtésről 1999-ben. Az a fantasztikus tanulási módszer az, ami szerintem minden diákot, aki a Nyitott Világ Alapítvány látókörébe kerül, vagy valahogy kapcsolatba kerül, és segítséget kap tőlük a nyelvtanulásban, azt élheti át, hogy a nyelvvizsga megszerzése egyrészt elengedhetetlen tudás, és szerintem ez mindenki számára ebben a mai digitalizált világban teljesen egyértelmű, és hogy a nyelvvizsga megszerzése nem csak egy papír megszerzése, hanem egy mély, valid tudásé, amely később bármikor előhozható. Különleges a kapcsolatom a Nyitott Világ Alapítvánnyal, ugyanis szerintem elég kevesen vagyunk az itt megjelentek közül, akiknek tényleg 20 év ez a 20 év. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azon kísérletező kedvű és bátor szülőknek a gyermeke lehetek, akik a legelején belemertek vágni abba, hogy elküldik a gyermeküket egy ilyen rendszerű tanulásba, ahol egy éven keresztül, akkor még a nulladik évfolyam keretein belül intenzíven idegen nyelvet tanulhassanak. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek és a tanárainnak, hogy akkor 15 évesen természetesen az akaratom ellenére beleverték a fejembe azt az élethez nélkülözhetetlen tudást, főleg a nyelvtudást, amit a mai napig is sikerrel használok. A Nyitott Világ által szervezett programok életem egy igen meghatározó részét jelentették. Először 8. koromban kerültem be, amikor is a Dombolis nyelvtáborban vettem részt. Természetesen nagyon izgultam előtte, a kétségeim voltak, hogy én szeretnék-e nyáron azzal tölteni egy intenzív hetet, hogy végig nyelvet tanulok. Mondjuk úgy, hogy nem volt hozzá túl sok kedvem, nem ismertem senkit, nagyon féltem, de itt jött közbe, hogy a szüleim nyomására mégis rávettem magam, hogy rendben, akkor jelentkezzünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas köszönettel tartozom érte, és nagyon örülök, hogy így döntöttem, mivel hatalmas élmény volt. El vagyok ámulva, hogy milyen okosak, milyen jól látnak dolgokat, és a beszédeik milyen jól kiegészítették egymást. Ezt én például nem tudtam. Nekem ez az este ezért is nagyon szép volt. Jó volt őket látni. Mi
Mindenképpen cél az, hogy mi magyarok itt próbáljunk egy olyan tudást szert tenni, amire azt mondhatjuk ilyen modern szóval, hogy jól konvertálható, mindenhol hasznosítható, és én azt gondolom, hogy az immár 20 éves Nyitott Világ Alapítvány, bizakodó vagyok, hogy legalább egy középfokú nyelvvizsgáljuk már van, mindenképpen segíteni tudják ezt a munkát. Akik itt dolgoznak, most egyszer különvenném a tanárokat, akik tanítunk, akik dolgoznak, mind elkötelezettek. Szívvel, lélekkel csinálják a dolgokat, tehát én nagyon-nagyon becsülöm a kollégáimat, ez az egyik. A másik a diákok, akiket tanítunk. Nagyon sok évet csináljuk, és minden áldott évben lenyűgöz az, hogy ezek a gyerekek hagyják magukat tanítani. Legyen az most nyáron, akár egy nyelvtábor, vagy legyen évközben a tanfolyam. Tehát ez sok munkát jelent, odafigyelést nekünk is, de őnekik sokkal többet, mert ők kapják az új ismereteket. Tehát igazából, ha háláról beszélünk, akkor a diákok fele is hálát érzek. És ez nagyon fontos nekem. Tehát ezek a gyerekek komolyak, tudják, hogy miért csinálják, és csinálják, hagyják magukat tanítani, meglátják az értékeket, és végtelenül hálás vagyok nekik.